Ohi emberek, ez egy újabb Sprockit videó, és képzeljétek, kijött az új update. Na jó, hát nem hivatalosan jött ki, hanem a játék experimental verziójába érkezett az update, amit a képernyőn látható képe segítségével lehet hozzájutni. Lényegtelen, kijött. Az a lényeg, hogy kijött, és meg kell mondjam, a játék készítője hamis, egy rendkívüli munkát végzett ebből az update-tal. Ezt úgy mondom, hogy annak ellenére, hogy rengeteg hiba van, amit jó lenne kijavítani, és minél hamarabb. Szerintem ez az egyik legjobb update, ami a Sprockithoz érkezett. Oké, menjünk is a sandboxba, és tartok egy gyors talpalót az új tanképítésről. Szóval itt van a kezdeti alakzatunk. Egy hasáb. Ja, ez egy hasáb, vagy téglatest. Igazából mindkét kifejezés megteszi. Szóval, ezt a téglatestet lehet formálni. Lehet ezeket a vörös pontokat húzigálni, jobbra, balra, felle, oldalra, előre, hátra, mindenhogyan. Lehet most már Ctrl-Z-zni is, vagy Ctrl-Y-ozni, attól függ, hogy kinek milyen a billentyűje. És nem csak a vörös pontokkal lehet játszadozni, hanem magával az élekkel is. Szóval lehet ilyet is csinálni. Nem tudom, hogy miért akarna akárki is egy ilyen tanktestet csinálni, de lehet ilyet is. Meg lehet magát a páncéllapot mozgatni a térben. Szóval ilyet is meg lehet csinálni. És hogyha ide megyünk ebbe a menübe, és rákattintunk a Toggle Selectionre, és átmegyünk a átméretező toolhoz, akkor át lehet méretezni a dolgokat. Ez nem csak a tanktestre érvényes, hanem például hol van? Például ezekre a páncéllemezekre, ezeket is át lehet méretezni. Ami az advanced platingket illetően egy nagyon jó feature. És ezekkel is egyébként meg lehet csinálni azt, hogy mozgatom térben. És lehet forgatni is ezeket. A tanktestet is, csak annak nem látom értelmét. Szóval, ja, ennyi mindent lehet csinálni. Na ne, itt még el se kezdtem a jó dolgokba belemenni. Például, menjünk ide a Faceshez. Kattintsunk erre a páncéllapra. Mondjuk állítsuk át 20 mm vastagságra itt. És menjünk arra, hogy Extend. Ezzel hozzáadtam egy új részt a tankhoz. És milyen, hogyha én azt akarom mondani, hogy oké, akkor csak a felét akarom extendelni. Hát akkor ide megyek arra, hogy split, és már is van egy ilyen hálunk. És hogyha ide megyünk a pontos menühöz, akkor láthassuk, hogy hány téglalapból áll ez az alakzat. Szerintem ennél jobb kifejezést nem tudok mondani. És ahhoz, hogy megőrizzük a tanktest szimmetriáját, Shift jobb klikkel ki kell jelölnünk a másik oldalon is ugyanazt ott a plate-et. Hát igen, plate-et. Erre nem tudom, hogy mennyire van magyar szó, vagy nincs. Mindegy, én akkor angolul mondom. És extend. És most már ezekkel lehet játszani. És hogyha valamilyen okból kifolyólag delete-elünk valamit, ami hát ezt a végeredményt hozza magával, akkor ide megyünk ehhez a menühöz, kijelöljük ezeket, rákattintunk a fillre, és már is ott van a helyén a plate, amit kitöröltünk. És hát igazából ennyit kell tudni. Ennyi az új tanképítés. Még annyit megemlítenék, hogy a glászalapa közötti helyet nem a tanktest szélesítésével irányítsuk, hanem ebben az új húzigával, ez a separation, ez az elválasztást jelenti magyarul, és ez a glászalapa közötti hely közt jelenti így ebben a kontextusban. És ja, ennyi az új építési rendszer. Igazából tényleg egyáltalán nem nehéz ezzel dolgozni, hogyha ismerjük. Persze én
hát én megszenvedtem ebben, 2 órába telt, mire beletanultam, de sikerült. Jól van, akkor most átérek egyébként egy dologra. Oké, átmegyek a factionbe, amiben a legtöbb tankom benne van, és lehívom például ezt a HGS 104 hetet. Ahogy lássátok, itt fent kicsit nagyon kevés benne a hely, és hogyha megnézitek, akkor hogyha lehívom, akkor 44 tonnát nyom, viszont hogyha ide visszamegyek, és megnézem, hogy itt mennyit nyom, akkor 30,3 tonna súlyt ír. Na hát, mi is ennek az oka? A játékkészítője hamis, valamit elbaszott. És ez az elbaszás, ez azzal járt, hogy a páncél lemezek több helyet foglalnak, és nagyobb is a súlyuk. Ötletem sincs, hogy ez mikor lesz kiavítva, de igazából meg lehet azt csinálni, hogy kikapcsoljuk a weight limitet, vagy space limit, nem is tudom mi az, és működésképtelen tankokkal is lehet játszani így. Viszont így ez így, hát kicsit nem jó, szóval jó lenne, ha ez ki lenne javítva, de mondom, körré lehet játszani. Oké, most, hogy túlléptünk a gyors talponon, jöhetnek is építmények, amiket az elmúlt napokban csináltam ezzel az új építési rendszerrel. Az első alanyunk nem lenne más, mint a HGS 104-1-2, vagy HGST-1U néven is ismerős lehet. Szóval, mit is látunk itt? Hát azt, hogy egy eléggé rounded, behajlított, ívelt, nem is tudom, hogy milyen magyar szó lenne rá jó, de mindegy, rendkívül rounded a torony frontja. Ezt úgy oldottam meg, hogy nagyon sok ilyen pontot használtam. Először is a toronygyűrűt megcsináltam ezekből a pontokból. Egyébként nem olyan nehéz, mint aminek hangzik, sőt tök könnyű megcsinálni. Lényegtelen, aztán a közepét kiemeltem, megcsináltam ezt az egy részt a torony frontnak, és kikrónoztam oldalra, és hátrébb nyomtam őket. Ennyire egyszerűen megcsináltam a torony frontot. Viszont egy elég érdekes látványt nyújt ez az új torony design, ami egyébként a scrapmanikus verziójának ennek a tanknak, annak ilyen torony dizájnja volt, viszont a Sprocketban egy egyszerűsített torony dizájnt használtam, mert nem volt más opcióm. De most már van ez az opcióm is, hogy rendesen megcsinálom. És itt simán körül tudtam játszani a hely limiten, ezen a internal space limiten, mert hát egyébként ez egy elég nagy tank, szóval bőven van benne hely akármikor, akárminek. Szóval ezzel lehet játszani. És egy tök hatásos masina, mert elég mobilis, páncélozottsága épp elég ahhoz, hogyha rátüsszentünk, akkor ne haljon meg. Magyarul megmondva, amúgy dószar páncélja van. De ez a tank létezik, és a tornya az olyan, ami ennek kéne lennie. Ami az update előtt nem úgy volt, de most már igen, szóval ez az update már ezzel kezdve is nagyszerű. Maradjunk még egy kicsit a HGS tankoknál, és itt van a HGS 103-1, avagy HGST-4 néven is lehet ismerős lehet. Szóval ezt már bemutattam talán kétszer is. Egyszer ezt a verziót, másodszor pedig a 90 mm-es ágyús verziót. Na de, most már nem szögletes tornya van, hanem kerek, mint amilyennek eleve kellett volna lennie, mint amilyennek a Scrap Mechanicban még anno 2 éve, 2,5 éve megterveztem. Szóval, ja, itt is egyébként, hogyha megnézzük akkor a settingsnél, akkor itt van nekem az, hogy Ignore Space Limitations, mert hát, hogyha megnézzük, akkor a tanktestben semmi hely nincsen, de ahhoz, hogy le tudjam hívni és meg tudjam mutatni, hogy mennyire kerek a torony, ahhoz ez kell. És egyébként
Discord értesítés, lényegtelen. Egyébként itt a Faces menüben egyenként kellett kijelölnöm a páncéllemezeket, és úgy átállítani a vastagságukat, szóval... Szóval, ja, hát enyhén időigényes volt, viszont szerencsémre ez még egy relatíve kis poligonszámú torony. Szóval hát annyira nem volt gáz. A következő anyunk nem lenne más, mint a magyar Turán 3. Szóval, ez egy olyan tank, amire én rendkívül büszke vagyok, nem csak azért, mert eléggé jól megcsináltam azt, hogy úgy is nézen ki, mint egy Turán 3, hanem ennél rájöttem arra, hogy mindjárt mutatom, hogy ezt a alkatrészt, hogyha elfordítom, átméretezem a legkisebb verziójára és kihosszabbítom, akkor ezt lehet használni ehhez a Machine Gun Coverhöz, ami nem tudom mi magyarul, de értitek. Szóval így nagyon spontán jött az, hogy ó, hát ezt meg tudom csinálni. És megcsináltam, és rendkívül ilyen néz ki. Ebből egyébként van egy kötényezett verzió is, ami nekem személy szerint jobban tetszik, és az előző verziónak egyébként nem volt ez a alul megdöntés a tornyán, ezen a verzión viszont van ez. És ez egy nagyon működőképes replika, és nagyon büszke vagyok rá, mivel tényleg tudom mondani confidence-szel, mi az magyarul magabiztossággal, hogy ez az egyik legnagyszerűbb építményem, amit valaha alkottam ebben a játékban. Mert tényleg nagyon jól néz ki, tényleg azonnal meg lehet mondani, hogy Turán, feltéve, hogyha ismeri az ember, aki megnézi és nem mondja azt, hogy Turán, magát a tankot már eleve. Mert tényleg ez egy rendkívüli masina, amit megcsináltam. És hogyha a magyaroknál tartunk, akkor kérem szépen megcsináltam a TAS tankot is ebben az új építési rendszerben. És meg hogy mondjam, sokkal jobban néz ki a torony úgy, hogy normálisan meg tudom csinálni, és nem úgy, ahogy eddig. És a frontpáncélja is sokkal jobb úgy, hogy nem egész végig így meg van döntve ez a páncéllemez, hanem egy ilyen levágott szélű trapézra emlékeztet ez a alakzat. Szóval tényleg ez az új építési rendszer, ezt nem bírom eleget dicsérni, mert tényleg rohadt jó. Na hát a Space Limitation. Na hát a régebbi építmények, amik épp hogy csak elég helyen rendelkeztek ahhoz, hogy működőképesek legyenek, na hát azok pont nem lesznek jók. Mindegy, túl lehet élni. És a 47M-et is meg lehet csinálni ebben a játékban, mert hát már lehet kerektornyokat csinálni. És nem ezt a verzióját fogom bemutatni, hanem ezt a verzióját, amire szintén nagyon büszke vagyok, mivel ez a 47M, ami alapjáraton nem is létezett ez a tank, úgy néz ki, mintha egy valós tank lenne ezzel a kinézettel, és ezt igen imádom. Ugyebár a túlsúly helyzetről már beszéltem, meg a Space Limitation helyzetről. Na hát a túlsúly ennél a tanknál nagyon jelen van, sokkal nehezebb, mint kéne lennie, de így is kellőképp mozgékony, ségterepen, dombon már nem annyira. És a torony is nagyon lassan forog, és még mindig kapom a Discord értesítéseket. Szóval tényleg ez is egy nagyon jól sikerült tank, és az előbb bemutatott Turán képpuska, shield, akármi, machine gun cover, igen, azt a szót keresem. Ugyanazt a technikát használtam a gázgránátokra is, füstgránát, igen, füstgránátot akartam mondani.
Szóval arra is lehet őket használni. Mert rájöttem, hogy ilyet is lehet. Szóval valóban nagyon nagyszerű dolgokat lehet ezzel az update-tal csinálni. Még egyáltalán nem konvencionális tornyokat is. Például ilyen tornyot. Leghamarabb a Wargaming által kitalált Rinoceronte Tier 10-es olasz nehéz tanknak a tornyára emlékeztet ez a torony, de igazából attól függetlenül csináltam meg, mert hát a Rinoceronte az, ahogy előbb is mondtam, Wargaming kitalációja, és egyáltalán nem támogatom annak a létezését. De mondjuk, a páncélozottsága ennek a egyébként könnyebb, közepes tanknak rendkívüli, mert tornyot, toronygyűrűn kívül nem lehet belönni a felső lemezt, a vezető fülkén kívül nem lehet belönni. Szóval tényleg annak ellenére, hogy praktikailag egy könnyű tank, elméleti szinten viszont közepes tank, annak ellenére elég jól van bevédve. És elég gyors is. Ez az egyik leggyorsabb tankom. Nem a leggyorsabb, a leggyorsabb az majdnem 130-zal is elmegy. De ez benne van a top 10 leggyorsabb Günther tankban. Igazából ennek neve sincsen, hát Prototype 4 a neve. De mindegy, ez egy nagyon jó tank. Ez is. Szóval tényleg nagyon sok jó dolgot lehet csinálni ebben az új update-ben. És elköszönés gyanánt, nem is tudom melyik tankot hívjam le, lehívom a Turánt, ez a kedvencem. És akkor ennyi is volt ez a videó. Ha tetszett, dislike, ha nem dislike, aki akar le is iratkozhat, csősztök.